Szeptember végén elkezdődött a 201. színházi évad. A Miskolci Nemzeti Színház új évadának első bemutatója a Csókosasszony című operett volt. Ezt követően sorra jöttek a premierek. Pókfonálon, Nyugat császára, Rómeó és Júlia, mindegyik próbán ott voltunk. Összefoglalón következik. Pünkösdi Kató gyermekként kerül a Józsefvárosi Nagy Templom utcába. A környékbeliek befogadják és felnevelik az árvát, aki az évek alatt ígéretes színi növendékké cseperedik. A főszerepet váltott szereposztásban Baranyi Emma és Mikita Dorka Júlia játsza. Ezen a napon, amikor játszódik ez az egész történet, napokon, akkor ő egy előadásban debütál, premiere van, ami azt dönti el, hogy az ő karrierje most mennyire lesz kiugró, vagy sikeres, és így kezdődik a darab, hogy őt ünneplik, tehát egy nagyon tehetséges fiatal kislány, aki boldogan éli a mindennapjait egy szeretetteljes közegben, és sikeresen. A történet azonban nem ennyire gondtalan, a bonyodalom csak most kezdődik. Kató éppen az eljegyzésére készül, amiből az udvar lakói is kiveszik a részüket. A bohém vőlegény azonban mégsem jelenik meg az ünnepségen, mert előző éjszaka egy nagy mulatság hevében zálogba csapta a jegygyűrűket. Pünkösdi Katóka és Torosnai István jegyesek! Az eljegyzési parti katasztrófába fullad, megjelenik viszont a színen a dúsgazdag Tarpataki báró, aki határozott és egyértelmű szándékkal érkezik. A báró szerepét Merc Tibor játsza. A Jászai Mari díjas színművész jelenleg a Budaörsi Latinovics Színház tagja. Mint mondta, nagy örömmel érkezett vendégjátékra Miskolcra. Nagyon nagy boldogság találkozni ezzel a csapattal, akit én többször néztem, jöttem le Miskolcra. Feleségem Bodor Johanna, koreográfus, és ő több darabban, több rendezővel dolgozott már itt, több koreográfiát készített, és jöttem, de nem csak akkor jöttem, hanem jöttem, mert érdekeltek az itteni előadások, az itteni színészek, és azt gondolom, ezt mondtam is többször itt, hogy szerintem az ország egyik legjobb, ha nem a legjobb, legerősebb csapata. A 201. évad a Csókos asszonnyal nyílt meg szeptember 20-án. A darabot Szőcs Artúr állította színpadra. Ezt követően sorra érkeztek a premierek. A következő főpróba, amiben stábunk bepillantást nyerhetett, a Pókfonálon című darab volt a játékszínben. Egy éjszaka közepén a férfi felül az ágyban, és közli a feleségével, hogy másnap, miután elvitte a gyereket iskolába, elmegy örökre. Azt sem árulja el hová, csak annyit mond, hogy egy kolostorba. Nem mernék egyszer azt mondani, hogy egy kolostorba. A feleség reakciói teljesen érthetőek, Alma nem akarja elfogadni a helyzetet, és úgy érzi, nem kapott megfelelő választ a miértre. Ezért úgy dönt késő este, hogy áthív néhány barátot, hát ha ők majd jobb belátásra bírják Andut. Ő az az ökör, aki elment otthonról 4 hónapja, hogy újra kezd. Hamar kiderül, hogy Lori és Petru kapcsolata is válságban van, csak teljesen más ok miatt. Hogy Andu miért dönt a családja elhagyása mellett, az csak a darab végén derül ki. Addig azonban van még egy-két fordulat és feszült pillanat. Lori, kösz, hogy jöttetek, és hogy miattam tényleg ide az éjszaka közepén, cserébe van egy jó hírem, hogy hazafelé nem lesz dugó, tehát így... Andu szerepét Lajos András játsza, aki szerint minden néző valamilyen szempontból magáénak érezheti a történetet, mert a mondani valója nagyon aktuális. Ez egy működő kapcsolat, és a feleségét az őrjíti meg, hogy nem mondja el a valódi okát. Tulajdonképpen Andu ezen lamentál, hisz, hogy ha elmondaná a valódi okát, akkor a feleségének nem hagy választási lehetőséget, csak az maradna számára, hogy ezt a kialakult helyzetet
együtt kell végigvinniük. Ám Andu hosszas gondolkodás után úgy dönt, hogy az a hatás, ami érte őt, az jobb, hogyha kiválik a családi közösségből és hagyja a családtagjait tovább élni. A közönség a kortárs színművet Rusznyák Gábor rendezésében láthatja, aki elmondta, rengeteg időt töltött a darabbal, hiszen részben ő is fordította azt, de még mindig nagyon mélyen megérinti a történet. Azt hiszük, hogy értjük a másikat, meg tudjuk már a másikat, meg kiismertük saját magunkat a másikat, miközben az egész élet az egy folyamatos változásról szól, vagy egy fejlődésről, vagy egy torzulásról, tehát kinek hogy változik az élete, de folyamatosan változunk. Nyilván a testünk is a korunk miatt, meg a környezet változik, tehát nagyon-nagyon sok minden generálja ezt, és erre különféle válaszreakciókat adunk. És akkor ezekben a váratlan vagy krízis helyzetekben ezek nagyon élesen ki tudnak jönni. Ezek a elhallgatott dolgok, a ki nem mondott dolgok, a meg nem élt dolgok, azok valahogy így működnek, azt hiszem. Új helyszín ezúttal a Kamara Színházba érkezett a Miskolc TV forgatócsoportja, a Nyugat császára című Rainbow Hózat fotós próbáját október elején tartották. Forrom sötétben egész addig végig. Ja, én meg legyek egyedül hagyva. Nem túl hosszú már az éjszaka, hogy a nő egyedül számolja a birkákat hajnalig? De ha úgyis mindjárt össze leszünk házasodva, akkor már nem kell sírni neked. Mert nem létezik az az éjszaka, hogy én szívesebben egy halotti torna elógyak, vagy esküvőre, akármennyi ital is van kilátásban. De borzasztó biztos, hogy úgyis hozzád megy. A néző valahol egy Isten háta mögötti írfaluban, annak is a végén egy illegálisan működő kiskocsmában találja magát. A Nyugat császárát Aser Tamás, Kossuth és Jászai díjas érdemes művész állította színpadra. Elnézést. Egy üvegsört, hogyha kérhetnék a főnökszertől. Te cigány? A táborból? A völgyből? Nem, csak lerohad a lábamon. Egyik este egy ágról szakadt vézna fiatalember állít be a kocsmába, aki azzal henceg, megölte apját, és az igazságszolgáltatás elől menekül. A nyomorgó falusiak és kisszerű csempészek között rögtön komoly tekintélyre tesz szert. A fiatalembert, Krisztit, Börcsök Olivér játsza. Christopher egy elég zárkózott és traumatizált fiú. Van egy nagyon aktív traumája, és van sok passzív ilyen poszttraumatikus dolgai is, és hát egy nagyon jó emberismerő mindezek mellett, és nagyon pontosan tud átlátni helyzeteket, és pontosan tud emberekkel bánni, vagy emberekkel együtt lenni. Ez is egy kihívás volt, sőt, talán a legkomolyabb prózai kihívásom eddig a nagyon csekély pályafutásom során. Nagyon sok munkát kellett beletenni, mind technikai, mind pszichés szinten. A kocsmáros lánya és Kriszti aztán egymásba szeret. A fiú versenyeket nyer, rajongói ünneplik. Renoméja azonban rögtön semmivé válik, amikor kiderül, apja túlélte a fejére mért ütést. Na de miért keresi? Hogy darabokra tördeljen véglegesen, mert fejbe csapott egy gyászú. Ezt csinálta nekem. A szerző egy ír drámaíró. A darab írországi, majd amerikai bemutatója is botrányba fulladt. Annyira felháborodtak a nézők ezen az egész Írországot kigúnyuló vérigsértő történeten. A darab leírása szerint, ha megértjük, miért fáj ennyire kisszerűségünket látni, talán nem vágyunk majd mindig többre, és tudunk örülni szenzáció, celeb, sztár, influencermentes békés életünknek. Összefoglalunk záró színdarabja egy igazi, hanem a legnagyobb klasszikus szerelmi történet. Shakespeare Rómeó és Júliáját Béres Attila rendezésében láthatja a közönség a Nagy Színházban.
A főpróbát október 10-én tartották, a bemutató pedig egy nappal később, október 11-én volt. Elég legyen! Ki volt tanulja ezt, véres fiatal? Gyűlölet és ellenségeskedés. A szép Verónában két ősi család él. Az öregedő, kiégett családfők buzgón őrzik a közösségi hagyományt, oktatják a fiatalokat, hogy kell gyűlölni a másikat. Nehezebb, de azt gondolom, hogy a ilyenfajta történeteknél nem is az a lényeg, hogy az ember feltétlenül mást akarja mondani, hanem elég az, ha átitatja a színészeken, átitatja a saját lelkén, és biztos, hogy rendkívüli történet tud születni benne, belőle. Dicsérjem azt, ki unokabátyádat megöltem! Gyalázzam azt ki, férjes uram! Shakespeare Rómeó és Júliájából számtalan feldolgozás született, mondandója pedig mindenkorban megállja a helyét. A legfontosabb az, hogy ezek a mai fiatalok, vagy a 100 évvel ezelőtti fiatalok, vagy a 400 évvel ezelőtti fiatalok ugyanúgy gondolták, és ugyanúgy érezték azt, hogy a szerelem örök. Amit én mondani akartam igazából, az ennek a generációnak a lázadása, a szerelemért való küzdése, az önmagáért való küzdése, a megöregedett trottyokkal szembe, ami én vagyok. A háborúzó Verónában két fiatal találkozik, egymásba szeretnek, bár nem lenne szabad, ugyanis Rómeó és Júlia a két ellenséges család gyermekei. Júliát Rudolf Szonya játsza. Nekem nem volt ez így fixálódva az agyamban, hogy én most ezt mindenképpen el akarom játszani, de természetesen azért így a kis agyamban így hátul valahol így ott volt, hogy nyilván nagyon örülnék neki, hogyha egyszer el lehetne, mert hát nagyon szélsőséges dolgokat lehet benne megmutatni, és szerintem igen, ez azért minden színésznek vágya, hogy ilyeneket megéljen a színpadon. Voltál, Júliáné! Egy órás férje és bátka gyilkosa! Égnél csak így is volnál száműzött! Jajongolál akkor és tépáznál hajat! És mit én? Alért a roskatál a földre, hogy öntestettel miért kísír helyet? Bodoki Márk sokszor játszott már hősszerelmest, Rómeó megformálása mégis tartogatott kihívás számára. Ugye a szöveg nehézsége, az, hogy ennyire bonyolultan van fogalmazva, annyira gyönyörű a szöveg, de hát ugyanakkor nagyon bonyolult is. Ezeket úgy elmondani, hogy értelme legyen, hogy érthető legyen, és még közvetíteni vele valami érzelmet is, megélni. Igazából ezeknek az összessége ez, amit meg kell még, és meg kellett ugranom. Sötét hajós! Repítsd a szírt fokának e holtra fáradt, megtépett hajót. Te érted, Júlián? A fiatalok azt hiszik, szerelmük mindent legyőz, a nézők pedig minden alkalommal abban reménykednek, hogy Júlia még azelőtt felébred, mielőtt Rómeó lenyelni a mérget. Hiába. A történet vége sosem változik, a szerelmesek belehalnak tévedésükbe.